Hosszú perceken keresztül vizsgálták a rendőrök ennek a kamionnak és a sofőrjének az iratait. Itt mindent rendben találtak. A férfi végül azt mondta, évek óta járja Európa útjait, és rengeteg balesetet lát, ezért szerinte hasznos a rendőrség egyhetes ellenőrzés sorozata. Én azt mondom, hogy kellenek, hogy normálisan menjenek a dolgok. Szerintem nem rossz, hogy van. Kell, azért kell. Nem mindenki örülhetett viszont a rendőröknek. 15 ezer forint közigazgatási bírság és 3 büntető. A biztonságjövet sem használta, és a platón szállított rakományt sem rögzítette megfelelően ennek a kis teherautónak a sofőrje. Csak előbbiért kapott bírságot, a rakomány szabálytalan szállításáért figyelmeztették. A rendőrség az adóhatósággal és a katasztrófavédelemmel közösen egy héten keresztül az egész országban kiemelten ellenőrzi a buszokat és a teherautókat vezetőket. Az akcióra uniós összefogás részeként kerül sor, így minden tagállamban ugyanezt teszik a héten az egyenruhások. Mégpedig a vezetési és pihenőidőket, illetve azokat, hogy a gépjárművekkel minden egyéb rendben van-e. A mai napon a 6-os számú fő 139-es kilométer szelvényében, illetve Simontornyán ellenőriznek kollégáim. A nemzetközi ellenőrzés sorozat hétfőn kezdődött és vasárnapig tart.